Dozmat. Elkezdődött a Szombathely árvízvédelmét is szolgáló víztározó feltöltése. Az Aranypatakból lassú ütemben engedik a vizet a tómederbe. Szemfüles tábor. A drámajátékok kerültek a főszerepbe a kisdiákok számára szervezett, a kreativitást jelentősen fejlesztő egyhetes nyaraláson. Nyelvtanfolyamok. A diákok közül sokan töltik a nyári szünidő egy részét nyelvtanulással. A legtöbben ilyenkor az intenzív képzéseket választják. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Szirók Tamás. Jó estét kívánok! Elkezdődött a Dozmati víztározó feltöltése. Az Aranypatakból lassú ütemben engedik a vizet a tómederbe. Az öt környékbeli település, köztük Szombathely árvízvédelme érdekében épülő létesítmény készültségi foka már több mint 85%-os. A munkák ütemterv szerint folynak. Végső stádiumában jár a Dozmati árvízi tározó kivitelezése. Már elkészült a 421 méter hosszú völgyzárógát és a 8 méter magas leeresztő műtárgy is. Ezek a leglátványosabb létesítmények a területen. Több száz köbméter beton van benne. Ugye két nyílású műtárgy, mind a két nyíláson van egy zsiliptábla, tehát mind a két nyílás külön lezárható még. Jelenleg műtárgyzáró építési munka zajlik, füvesítik és rendezik a rézsűt, valamint a vészárapasztó burkolása folyik. Három hete elkezdték a 7 hektáros állandó vízfelületű tó feltöltését. Mivel csapadékhiányos időszak van, kevés víz juttatható a mederbe az Aranypatakból, így két-két és fél hónapba is beletelhet, mire a folyamat befejeződik. A tó a környék egyik látványossága lehet a jövőben. Egy új vizes élőhely alakul ki a maga növény állatvilágával, stb. Amit azt gondolom, hogy nemzetközi kitekintésben ezek azért pozitív beruházások most itt a globális felmelegedéstől elkezdve ezekben a témákban, amikor ilyen helyeket alakítunk ki, és úgy gondolom, hogy ezt ennek kell megőrizni. Tehát annak azért a pozitív hatása, hogy értelemszerűen kirándulóhely, sétálva, biciklivel, stb. Biztos, hogy megnő az érdeklődés. A másodpercenkénti 21,5 köbméter vízhozam még kiöntésmentesen levezethető a patakmederben. Ha ennél nagyobb árhullám érkezik, automatikusan működésbe lép a tározó, és a felesleges vizet visszatartja. A 44 hektáros tározótér több mint 1 milliárd köbméter vizet lesz majd képes befogadni. Tavalyi évben például a vadásható környékén hullott olyan csapadék, ami rendkívülinek mondható. Ezt a vízgyűjtőt is érheti ilyen rendkívüli csapadék. A jelenlegi állapotában már ez a víztározó képes arra, hogy védje az alatta lévő meder szakaszokat, illetve település részeket. A Dozmati tározó a Modern Városok program keretében mintegy 2,4 milliárd forintból épül. A térség az 1965-ös árvíz óta, azaz több mint 50 éve vár a beruházásra, melynek révén a szombathelyi csónakázótó vízpótlása és vízminősége is javul. Az építkezés várhatóan szeptemberben befejeződik. A Rumi úti csapadékvíz elvezetés kivitelezési hibáiról Tóth Kálmán, a 14. választókerület önkormányzati képviselője tartott sajtótájékoztatót. A politikus elmondta, hogy a nyílt csatornát úgy tervezték, hogy az alapja betonborítást kap, az oldalát pedig füvesítik, ami azért problémás, mert egy esőzés során a csapadékvíz belemossa a földet a csatornába és eltömíti azt. A lakóházakhoz kialakított 4 méter széles autóbejárókhoz az előírt 10 cm magas hídfejek helyett 40 centiseket építettek. Jelenleg úgy néz ki, hogy az itt lakók, legalábbis a Rumi út páros oldalán lakók egyre nehezebben tudják megközelíteni saját ingatlanjaikat. Olyan hidak és átereszek kerültek megépítésre, amik gyakorlatilag balesetveszélyesítették a hazatérést. Mindenképpen azon vagyunk, hogy ez az állapot módosuljon, nem maradhat ebben az állapotban. Az autókra és az emberekre is rendkívül veszélyes a történet. A drámajátékok kerültek a főszerepbe a Szemfüles táborban. Az egyhetes nyaralás során számos olyan programon vehettek részt a kisdiákok, amelyek a kreativitást fejlesztik. Hanga a csapatépítő játékhoz csatlakozott. Minden reggel így kezdődött a Szent Királyi táborban. Úgy döntöttem, hogy megpróbáljuk, mivel zenélés is van, játékok vannak, biciklizés, bábszínház, és ez szimpatikus volt.
A drámajáték volt az egyik fő profilja a tábornak. A kompetencia alapú nevelés egyik legfontosabb célja, hogy a gyerekek pontosan tudják kifejezni magukat, erősödjön az empatikus készségük. Valami érzelmet érzek, de már a kérdésbe is belehettem, jó? Egy örökké valóság volt. Az egy hét alatt a gyerekek a lehető legtöbb programon vettek részt. Mindenki megtalálta a neki legmegfelelőbbet. Eddig azt tetszett legjobban, amikor elmentünk túrázni, és már nagyon sok barátot szereztem, meg tavaly is voltam már, az is nagyon jó volt. Nagyon jó, és igazából sok új barátot is szereztem, meg itt van az egyik osztálytársam, akivel nagyon jó barátságban vagyunk, és az nagyon tetszenek a drámajátékok, meg sokat lehet gumizni, meg sok program van. A nyári vakációban azok a táborok a legnépszerűbbek, amelyek a szüleik munkaideje alatt lefoglalják a gyerekeket. Azonban a szemfüles tábor ennél jóval többet nyújtotta a drámajátékkal. Hiszem és úgy gondolom, hogy a drámajáték eszközeivel a gyermekek nagyon sokat fejlődnek, fejlődik a személyiségük, a gondolkodásuk, megtanulnak összpontosítani, és ami nagyon fontos, hogy a kreativitásuk fejlődik, ami szükséges a probléma megoldó gondolkodáshoz, és ez nagyon jó a drámajáték. És ők ebből csak azt érzékelik, hogy játszanak és játszanak. Mintegy kétszeres volt a túljelentkezés a táborba, végül 26 kisiskolás vehetett részt a szemfüles táborban Szentkirályon. Az Éjjel-Szombathely Egyesület Korszakváltás a múltba címmel a következő sajtóközleményt juttatta el szerkesztőségünkbe. A Fidesz polgármester jelöltje korszakváltást hirdetett, csak azt nem mondta el, hogy azt visszafelé gondolta. A képviselőjelöltjeik névsorából kiderült, hogy a meglévő képviselőkön túl 4 olyan jelöltet is indítanak, akiket a választók nem támogattak a legutóbbi önkormányzati választáson. Köztük 3-nak a korábbi képviselői munkáját ítélték elégtelennek. Most új körzetben próbálkoznak, ahol még nem ismerik őket. Ezen felül a korszakváltást a polgármester köztisztviselő titkárnője, egy ingatlanügynök és egy körmendi ember, egyházas hollós, lemondott polgármestere jelenti, aki láthatóan nagyon nem érdekelt a szombathelyi kosárlabda csapat sikerében. Ez Hende Csaba listája. Az új polgármester jelölt teljesen súlytalan. A szombathelyiek ennél többet érdemelnek. Áll az Éjjel-Szombathely Egyesület közleményében. Az ellenzék összefogás polgármester jelöltje és belvárosi képviselő jelöltje a Szavária nagyszálló előtt tartott sajtótájékoztatót a hányattatott sorsú épület helyzetének rendezésével kapcsolatos elképzeléseikről. Szombathely emblematikus épületének nevezte a Szavária nagyszálló épületét Lukács Dániel, a Momentum helyi alelnöke. A belváros képviselőjelöltjeként fontos feladatnak tartja a szálloda felújítását és környezetének fejlesztését. Az ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje Nemény András szerint ebben az önkormányzatnak kell szerepet vállalnia. Mi javaslatunk az, hogy a város vegye a kezébe a sorsát a nagyszállónak is, ezért a cikluson belül mindenképpen meg kellene vásárolnunk, majd utána tervpályázatot kiírni rá, megoldani a parkoló kérdést, amit csak a város tud, és azt követően szakmai befektetőt kell keresni, akivel tárgyalni kell, olyan konstrukciót kell létrehozni, hogy a város lakók is tudják használni a bártermet és a kávézót, egyebekbe pedig egy új konstrukcióba, új funkciókkal ellátva, akár szállodaként részben működtetve lehetne a jövőben működtetni, nem hagyhatjuk így, ahogy most van. Különösen a diákok közül sokan töltik a nyári szünidő egy részét nyelvtanulással. A legtöbben ilyenkor az intenzív tanfolyamot választják, készülnek a nyelvvizsgára. Népszerűek a nyelviskolák, ugyanakkor ingyenes képzésre is jelentkezhetnek azok, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Német nyelv óra az egyik szombathelyi nyelviskolában. Kis csoportban zajlik az óra, így minden tanuló gyakorolhatja a társalgást is. Bernadett célja a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. Nyertem egy külföldi gyakorlati ösztöndíjat Németországba. Nekem már megvan a német középfokú nyelvvizsgám, és úgy döntöttem, hogy ha már elkezdtem, akkor nem érdemes abba hagyni. Sára 9. gimnazista, neki az egyetemi továbbtanuláshoz is kell majd a nyelvvizsga.
Tavaly nyáron már megszereztem a középfokú nyelvvizsgát, így idén a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése mellett döntöttem, hogy a nyár egy részét erre áldoznám. Ez fontos lenne az érettségihez, illetve az későbbi továbbtanuláshoz. Általában 100-120 óra alatt érik el a tanulók azt a szintet, ami jó alap lehet a sikeres középfokú nyelvvizsgához. Ezek a nyelvtanfolyamok szintfelmérővel indulnak, egyére szabottan, tehát mindenkinél megnézzük, hogy pontosan honnan indul, milyen előképzettsége van, és ahhoz mérten egyére ütemezzük mindenkinek a nyelvvizsga felkészítését. A nyelviskolákban a csoportos tanfolyamok ára csomagonként változó, de egy intenzív 100 órás kurzusért akár 200 ezer forintot meghaladó összeget is fizetni kell. Religion, Hinduism, Christianity, vallás. Yes. A Vas megyei Szakképzési Centrum uniós pályázati forrásból kínál ingyenes idegen nyelvi képzéseket. Jelenleg 22 tanfolyam zajlik, zömében Szombathelyen, de a megye városaiban is a mi szervezésünkben. Ezek a tanfolyamok 120 órásak, tanúsítvánnyal zárulnak, a cél a szintemelés. Angolul és németül tanulhatnak a 16-65 év közötti legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezők. A nyári tanfolyamokon jellemzően nyelvvizsgára készülő középiskolások vesznek részt. Azért jelentkeztem erre a tanfolyamra, hogy össze le tudjam tenni a nyelvvizsgámat, és tovább tudjak menni egyetemre. 120 órás ez a tanfolyam, 4 hétig tart, és napi 6 órát tanulunk. A képzések folytatódnak, több mint 1500-an tanulhatnak az ingyenes tanfolyamokon. Hét új játékossal kiegészülve, 15 fős kerettel vág neki a 2019-2020-as bajnoki évadnak az Alligator vízilabda utánpótlás sportegyesület OB1-es csapata. Matajs Márk legénysége a héten kezdte el a felkészülést. A klub történetének eddigi legjelentősebb eredményét elérve végül a 12. helyen zárta a tavalyi bajnoki idényt az Avus csapata. A hétközi edzésen azonban már nem láthattuk a medencében Iván Basarát, Baj Marcelt, Takács Kristófot, Garancsi Andrást és Kis Csabát sem, mindannyian eligazoltak. A távozók mellett az érkezők listája is hosszúra nyúlt. Fiatal játékosokról van szó nagy része, olyan csapatokból tudtunk hozni, ahol ezek a játékosok nem kaptak szerepet, vagy a csapatuk kiesett az OB1-ből. Úgy látom, hogy motivált, fiatal, tényleg ambiciózott teli játékosokról beszélünk. Egy-két rutinos is jött, Manic Gergőre gondolok, itt vesz Szőke Szabolcsra, és egy horvát balkezes egylégiósunk lesz, a Luka Jovanovics. A vezetőedző szerint a rengeteg gyakorlás mellett legalább ugyanennyi türelem is szükséges a csapat összecsiszolódásához. Matajsz Márk úgy látja, hogy az ellenfelek igazolásait és a sorsolást figyelembe véve áprilisra kell elérni a csapatnak a csúcsformát, ami alapján meg lehet határozni a bajnoki célokat. Ebben a folyamatban az egyik legfontosabb láncszem a Montpellierből hazatérő 30 esztendős Marnic Gergő lehet. Megpróbálok a góljaimmal minél előrébb juttatni a csapatot. Ezen kívül, mivel hogy én leszek a legidősebb idén, megpróbálom össze is fogni őket, hogy csapatként funkcionáljunk, ne legyenek ilyen egyéni eskedések, ne legyen az, hogy valaki azt gondolja, hogy majd ő egyedül eldönti a meccset, hanem csapatként lépjünk egyről a kettőre. A felkészülés során az Alligátorok Szentesen edzőtáboroznak, megmérkőznek a Szegeddel is, jó eséllyel talán Szolnokon is medencébe szállnak, és a Honvéddal is összemérik majd erejüket Szombathelyen. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!